Lekvárjaink többféle ízben készülnek. Körülbelül 100 féle lekvárunk van, különböző ízesítésekkel. Most azért mondom, hogy 100 féle, például egy lekvárból van egy alaplekvár, most mondjuk rá az áfonyát, vagy normál áfonya lekvárunk, ez létezik rumos csokis áfonyába, akkor létezik natúr áfonyába, ez már mindjárt 3 fajta. Illetve csili sáfonya is készül. Így már 4 fajta van egy lekvárból, tehát megvan az alaplekvár, és azok valamilyen plusz ízesítést kapnak. Az érdekesség, mint az előbb említettem, hogy festve nincs egyik sem, mindegyiknek saját színe van. Egyik világosabb, másik sötétebb, élénkebb, kontúrosabb. Most mivel, hogy például menjünk rá a somra, ennek ilyen a természetes színe, ez ilyen szép piros, ez a somlekvár. És ennek ilyen a természetes színe. Nagyon szép, de például a narancslekvár, ugye az is létezik, ott vannak benne a darabkák, ez ilyen fakóbb egy kicsit, akkor sárga barack lekvár, ez a natúrfajtája, ebben abszolút nincsen cukor. Most annyit hagyd mondjak el, hogy a cukros lekvárok általában arany színű alappal készülnek, tehát maga a címke, és a natúrok, amiben abszolút nincsen cukor, azok zöld alapú lekvárok. Itt a somasz kivétel, mert az általában csak a rendelésre készül natúrlekvár, azért csak úgy van kézzel ráírva, hogy az natúr, de nagyon kevesen fogyasszák. Natúron ugyanis nagyon fanyar a som. Nem azt mondom, hogy savanyú, mert savanyú az uborka az üvegbe, de a lekvárok inkább fanyarok. Nincs túlédesítve egyik sem. Ugyanúgy a szörpöknél is ugye megtalálhatóak a natúrszörpök, tehát ezek a zöldek, és a cukros szörpök is. Amit szembetűnő, hogy vannak szűrt szörpök, ezek a virágszörpök, például a bodza, a hás, a csalán, a gyömbér, tehát ezek világos szűrt szörpök, illetve rostos szörpök, azok a gyümölcs szörpök, az áfonya, ribizli, málla, eper, megy, tehát fekete berkenye érdekességképp. Tehát léteznek két formában is, vagy itt van például a bésalma szörp, az is teljesen rostos, világos, de rostos. Tehát